Sok szeretettel köszöntöm mindenkit ezen a második estén, bőjtjék még egy estén, lehet, hogy már karácsony felé jár a fej, pedig még messze nem a karácsony. Viszont a bőjti időszak kezdődött el szemmel, és ilyenkor három este mindig egy igen hirdetőt hívunk el. Most sikerült ismételni ugyanazt az igényelőt elvégünk, sőt, ma már nem is kellett jönnie, mert itt volt. Itt éjszakázott pápán, és közben végezte feladatait a vasárnapra való készítésben. Beszélgetünk egy kicsit reggeli ebédnél, a vacsora még hátra van. De én azt gondolom, hogy kicsit már belelátott ebbe a pápai gyülekezetbe, olyan itt volt tegnap, és amin beszélgettünk. Lovas András, aki itt van még közöttünk, ma már rendkívül mutatkozom be, hiszen elmondta már a legfontosabb dolgokat önmagáról, az életéről. Tudjuk azt, hogy három gyermeke van, tudjuk azt, hogy felesége festőművész, és ezen emellett meg művészetet, nem? Festőművész. Meg emellett a cég még filozófiát, majdnem ugyanaz, mint a pszichológia. Jó. Három este, három kísértés, a mai alkalom majd a hőségesség kísértése. Tegnap azt mondtam, hogy nagyon nagy kísértés ott van neve, úgyhogy létszős lépjegyek tovább, jó, hogy ma van ez a kép, ez kint, hogy nem ott kísértés, így jó, gyermekmantás. Köszönöm szépen! És mielőtt az igényedetést, az ő elkészített, ő által a összeállított Isten Szentlélek által elkészített üzenetet hallgatni, helyébe nőve valóban imádkozz. Hálásak vagyunk neked, Istenünk, a mai estéért, és azért, hogy készülhettünk arra, hogy te megszólítasz, hogy te ma is üzenettel veszel körül bennünket. Szóval annyira nem természetes az, hogy te szólsz. Annyira nem természetes az, hogy mi odaszánt lélekkel, rád szánt idővel arra figyelünk, hogy mit akarsz mondani. Oly sok minden van a fejünkben, oly sok minden történt, csak ezen a mai napon is. Annyi elbizonytalanodó kérdés van bennünk, Urunk, és talán ezek között vannak a kísértések is. Vezess most bennünket, hogy felismerjük a kísértő elejét. Vezess most bennünket, hogy meglássuk Jézus hogyan kísértetett meg, minden kísértetett meg. De addulunk azt is megtapasztalunk és meglátunk, hogy hogyan győzedelmeskedett. Így áld meg a köztünk szólót, az ige hirdetőjét. Így áld meg, Urunk, ezt a mai estét. Így vegyél kőből a szent lelkeddel. Amen. András, még idején addig még szeretnék el leírni egy dolgot, hogy kiállítani az asztalon van néhány könyv. Ezek mind vasalvert könyvek, holnap is ott lesznek, mert amelyik megtetszik, akkor és nincs most állunk pénz, holnap is meg lehet venni. És a könyveknek az árát a holtvonosi Árkházia várat tudjuk eljutatni. Tehát amit megveszünk könyvet, annak a pénze az a gyerek otthon támogatására fordítható. Sokától megszólt. Köszönöm szépen, újra a meghívás. Tehát a teljes kísértéséről volt szó, éjségről. Beszéltünk arról, hogy kitérek, hogy a kísértés az megakadályozza, hogy betöltsük a küldetésünket. Én is a test kísértése megyek keresztül, annyi ételt kapok a pápai gyülekezetben, és szeretettől kifolyólag, akkor ha ezt nem lehet mondani hamarosan, akkor nem töltöd be a küldetésünket, és holnapra már mozgásképtelen leszek. Úgyhogy erről is kérek mindenkit, hogy legyenek nagy szeretetünkben is együttérzésem. A harmadik kísértésről pedig a rendemről majd holnap megkonfrontálom, a holnapestéhez tartozik, ha megérem azt a napot. A Máté evangéliumának a 4. fejezetében vagyunk. Most felolvasom az egész szakaszt, mind a három kísértést, és akkor újból a középsőt, a másodikat, amiről ma este szó lesz. Máté 4, 1-11. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel bőjtölt, végül megéhezett. Ekkor oda ment hozzá a kísértő, és ezt mondta, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt,
megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a Szent Városba, a templom párkányára állította és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne jutt lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Majd magára vitte az ördögöt egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta, mindezt neked adom, ha levonulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet szolgáld, és csak neki imádj, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. És még egyszer olvasom a mai estének a textusát. Ezután magába vitte őt az ördög a Szent Városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá, ha Isten fia vagy, vesd be magadat, mert megvan írva angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükkel hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Aval kezdtük tegnap, hogy a kísértés már olcsóvá lett kifejezés. A lényege az, hogy miért vagy szűk magunk magadhoz, engedj a kísértésnek, add meg magadnak, amit megérdemelsz. És ha ezen a kísértés, akkor a kísértés a legjobb dolog, ami élhet bennünket, mert felszabadít. Segít abban, hogy kilépjünk mindenféle görcsökből, felesleges korlátokból, és végre élvezzük a szabadságot, a jót, az életet, amit magunkhoz ölelhetnénk, de mivel annyira szűkmarkóak vagyunk magunkhoz, ezért ezt nem teszünk a kísértést. Tehát a mai gondolkodásban mind abban, amivel találkozunk, valami olyan, ami kaput nyit arra, hogy többet legyünk. Csak adjuk már meg magunknak végre ezt a lehetőséget. Jézus történetében a kísértés éppen ennek az ellentét. Jézus történetében a Bibliában a kísértés arra irányul, hogy meglopjon, hogy kifosszon, hogy elvegye mindaz, ami vagy és ami lehetnél. Jézus nyilvános szolgálata és küldetése megkezdése előtt, tegnap is elmondom, ezt ma is hadd mondjam el, mert fontos, mert lehet, hogy valaki nem volt itt tegnap. Amikor keresztelő János megkereszteli őt, akkor egy különleges és csodálatos esemény részesen. Amikor Jézus feljön a vízből, Isten szent lelke leszáll rá, és az Atya szól hozzá, hogy te vagy az én szeretett gyermekem, te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ez a küldetésre való felhatalmazás, ez a megerősítés pillanata, mintha azt mondaná az Atya Jézusnak, hogy most, hogy engedelmeskedtél nekem, hogy magadra vetted a bűnök bocsánatának a keresztségét, te, aki igaz vagy, tökéletes vagy, most, hogy elindultál ezzel az elveszett emberiség megváltásának az útján, én megerősítelek téged. Adom az én szent lelkedet, és mondom az én megerősítő üzenetemet, te az én fiam vagy. Gyönyörködöm benned. Mérték nélkül adom a lelkem. Aki felhatalmaz, felkel a küldetések betöltésére. Mint az Atya azt mondaná neki, hogy végig veled leszek, ahogy elindulsz erre az útra, ami most indulsz. A szemeimmel foglak tanácsolni téged. Gyönyörködni fogok benned végig, mint a gyermekemben. Miközben te engedelmes vagy nekem, és végigviszed azt, ami az én szívem, az én lényem legmélyén van, hogy szeretetből megváltsam és visszöleljem magamhoz az emberiséget. Erre választottak, erre küldelek. Ez a küldetésre Jézusnak. És akkor jön a kísértő, így kell ezt értenünk. Miért? Azért, hogy éppen ezt, ami az Atya és Jézus között zajlott, és ami indul, hogy ezt megakadályozza. Jézus az Isten fiát a Szentlélek a pusztára vezeti, puszta, baloldal, és ez a próba ideje, ahol nincs semmi, sivatag. És a kérdés az, hogy vajon ezek után meg tud-e állni az Isten iránti engedelmességben, bizalomban és hitben? Vagy az lesz vele, ami Isten gyermekével, Izraellel, Izrael népével, aki a pusztai vándorlás során kudarcot hallott. A kísértés tétje tehát, hogy megmarad-e és betölti a küldetést. És ugyanez számunkra a kísértés tétje mindig.
ha Isten gyermekei lettünk, ha Isten az a szent lelkét adta nekünk, ha egyszer hallottad azt Krisztusban, hogy te vagy az én gyermekem, benne gyönyörködöm, ha azt tudod mondani, hogy én az Isten gyermeke vagyok, és ebben van egy küldetésem, célja, terve van az életemben, és közösen is az életünkkel, ez egy gyülekezetnek is szól, akkor vajon meg tudunk-e maradni ebben? Ki fog-e rajtunk keresztül bontakozni mindaz, amit Isten adni akar ebben a vele való közösségben? Azzá leszünk-e, akivé Isten alkotott, és akivé Krisztus megváltott? Ma este a hősiesség kísértéséről beszélünk, lássuk, hogy ugyanúgy, mint tegnap először a mi kísértésünket és Jézus kísértését, a mi kísértésünket Jézus megkísértése fényében, majd a mi győzelmünket Jézus győzelme fényében. Jézus kísértése és a mi kísértés. Hadd elevenítsen fel Kávin János gondolatát, aki Jézus megkísértését és a mi megkísértésünket összekapcsolta, és azt mondta, hogy a mi üdvösségünket támadta tehát akkor Krisztus személyében a gonosz. Amikor, inkább így mondom, az, ami ott a pusztában Jézussal történik, amiről itt most olvastunk, az bizonyos értelemben velünk történik. Az a mi történetünk. Az annyira a mi történetünk, ami ott a pusztában történik, hogyha nem úgy történik, ahogy történsz, azaz, ha Jézus elbukik ebben a kísértésben, az azt jelenti, hogy mi nem ülünk itt ma este. És nincs miről beszélnünk. És nem csak mi nem ülünk itt, hanem az évszázados kápolyi gyülekezet sincs is. Majdnem azt mondta, hogy a telkondat tudom, hogy nem évszázados. Nincs. Nincs. És nem csak ez a gyülekezet nincs, hanem semmi nincs, amit kereszténység alatt nevezünk ma. Ezért azt, hogyha ma itt ülsz, az azt jelenti, hogy az avval van összeköttetésben, ami ott és akkor Jézussal történt, mert Jézus kísértése ránk nézve történik. Jézus győzelme értünk történik. Ez az első pázom, amit érteni kell ahhoz, hogy ez a történet, ez valamit jelentsen a számunkra. Azt látjuk ebben a történetben magunk előtt, aki már akkor harcol értünk is, amikor mi még a színen sem vagyunk. Jézus kísértése, ami kísértése. Ugyanakkor van egy másik oldala is ennek a párhuzamnak, és ezt is látnunk kell, ezt pedig azt, hogy Jézus, mint valóságos ember van jelen, mint valóságos Isten, de mint valóságos ember is. És ezért ez azt jelenti, hogy amilyen módon a gonosz támadja őt, olyan módon támad bennünket is. És ezért is figyelemmel kell lennünk. Úgyhogy lássuk először a kísértésnek a módját, majd annak a tartalmát. Második év. Ezután magával vitte az ördög a szent városba, a templom bárkányára állította, és így szólt hozzá, Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva angyalainak parancsotat, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy megnézd be magadat a kőbe. Az első dolog, hogy a kísértés módjára meg kell látnunk, hogy a kísértés bennünk, a gondolatainkban, a képzeletünkben zajlik. Első kép, Jézus a pusztában van, és azt olvassuk, hogy az ördög elvitte a szent városba, Jeruzsálembe, és a templom párkányára állította. Nem az történt. Feltehetőleg. És nyilván nem fizikai értelemben kerül a pusztából, ami Jeruzsálemtől keletre van, 20-30-40-50 kilométer nyúlik el, nem fizikai értelemben kerül onnan Jeruzsálembe, hanem látomásszerűen történik ez meg. A képzeletében éli át, a képzeletében zajlik le. Ne gondold, hogy akkor ez nem valóságos, hiszen képzeletben azt mondhatod, hát képzeletben nem lehet leugrani, és képzeletben nem lehet elpusztulni. Mert mindannyian tudjuk jól, hogy a képzeletben megragadó, velünk maradó gondolatokból lesz a cselekvés. Azt határozza meg, hogy kik vagyunk és mit teszünk. Sőt, nem mindegyik, de a legtöbb cselekvés. A legtöbb cselekvés nem a pillanat műve, hanem sok-sok gondolkodásból, elgondolásból fakad, sok-sok minden. Jézus
képzeletben ott áll a magaslaton, és teljes erővel átéli azt, hogy leugorhatnak. És hogyha az ördög nem kispályás játékos, és nem kispályás játékos, és a kísértés valóságos Jézus számára, és nagyon is valóságos, akkor értenünk kell, hogy Jézus valóságosan húzza a gondolat, le kellene ugrani. És sokan, vagy talán többen tudjátok, hogy miről beszélek, hiszen Jézus kísértése a mi kísértésünk. Valahogy itt nagyon jól tudják, hogy milyen ereje van ennek. Mert benned is valamiféle értelemben hasonló történetek játszódnak. Belül valami mozog, belül valami jár, belül valamit elképzelsz. Ennek nem ritkán visszatérő formája az, hogy mint egy kívülről látod magadat. Elképzeled magadat a képzeletedben, kívülről látva magadat, hogy mi történik, ha megtörténik az ugrás, akármit is jelentsen most ez a te konkrét életedben. A másodperc tört része alatt lejátszódik ez az ember értelmében, mert így működik az agyunk. Azt is hasonlózik el persze, hogy közel sem azt jelenti ezt, hogy minden képzeletbeli út az ördögtől való lenne. Hiszen ugyanakkor az egészséges képzelet, az egészséges fantázia elengedhetetlen része az életünknek. Sőt, Isten maga nagyon gyakran a megszentelt, szabaddá tett képzeleten keresztül viszi végbe a maga dolgait általunk. Elültet valamit benned, átgondolod, meglátod, végiggondolod, imádkozod, benned már ott van, és ebből születik meg, amit Isten tenni akar. De ahogy szárnyalhat a képzeletünk az Isten lelke által, ahogy működhet és kell is, hogy működjön az egészséges képzelet az élet legkülönbözőbb dolgaihoz, úgy meg is nyomoríthat a képzeletben az ördög kísértése. Az első dolgát a kísértés módjával kapcsolatban, hogy kulcsfontosságú, hogy mi történik belül, mert ott túl a harc. A másik megjegyzés a kísértés módjáról egy igen meglepő részletre vonatkozik, tudnék, hogy az ördög, mondjuk így a Bibliából olvas fel Jézus számára, a 91. Zsoltárból idéz, hogy mivel Isten megígérte, hogy angyalavel vigyáz azokra, akik bíznak benne, hát ha Isten fia vagy, ugorj le, hát vigyázni fog rád. Ez Isten szava, ez Isten igény, amit itt a gonosz eltörvít és felhasznál. Hogyan? Beszéljünk a kísértés tartalmáról. Miért és olyan kísértés Jézus számára, hogy ugorjon le a templom párkányára? Ha ő valóban Isten fia, akkor biztosan képes arra, nem? Hogy teljes bizonyossággal megvallja azt a fizikai védelmet, amiről a Zsoltárban Isten ígéretet tesz. Miért ne próbálná ki ezáltal Jézus, hogy rávegye Isten? Kikényszerítse belőle, hogy cselekedjen. De menjünk egy kicsit mélyebbre ennek a gondolatnak a mentén, mert többről van szó. Amikor Jézus elindul az ő nyilvános szolgálata felé, akkor azt jelenti, hogy Jézus mindent, ami eddig az övé volt, maga mögött hagy. Nem Jézus felnőtt egy családban, ahogy mi is legtöbben felnőttünk egy családban, volt egy munkája, amivel kenyeret keresett magának. És amikor Jézus elindul az ő nyilvános szolgálata fele, akkor maga mögött hagyja ezt a családot, maga mögött hagyja ezt a munkát. Maga mögött hagyja a biztos megélhetést. Mind mögötte van. Jézus az atyára bízza magát, mint Isten gyermek. Ezért mondja máskor, amikor valaki követni akarja, hogy hát az égi madaraknak fészkütt van, a lókáknak bal van, emberfiának nincs a fejét hova lehajtania. Egyfajta teljes bizonytalanság Istenen való függés. Maga mögött hagyta mindezt. Ott van a kísértés, az éhség, amiről beszéltünk tegnap, túl van rajta. Megharcolta. Éhes volt, az atyára nézett és megállt. Rábízta a testi szükségét és az atyára. Nem irányítja őt a test pillanatnyi igény. De figyeljetek erre, ha már mindezt megtette, ha már mindezt ott hagyta az atyája, ha már mindenben győzött is megállt, akkor most már nem lenne itt az ideje, hogy végül az atya is megtegye a magáét, ő érte, nem? Hát most már képzeljétek el, ha Jézus
hogy ő valaki különleg. Akkor valami hatalmas történik, értitek? És mert csak nem is ő érte, hanem azért, hogy a küldetésében segítse, nem magáért, hanem Istenért, Isten ügyéért. A küldetésért. Nem lenne ez a logikus lépés már ennyi minden után, nem a küldetését segíteni elég. Ez a hősiesség kísértése. Nem tudom, hogy megcsapott-e már bennünket ennek a szem, a nagyság, a hősiesség, a nemesség, az odaadás. Amikor a jó ügy ügynökének áruhájában jelentkezik be a gonosz. C.S. Lewis, tehát Narnia krónikái alapján ismerik az övelét, Perelandon című regényében az is egy fikció. Perelanda című regényében ezzel találkozunk. A Perelandra, ez egy képzeletbeli bolygó, képzeletbeli bolygón játszódnak az események, ahol a bűneset előtti, az édenkerti állapothoz hasonló helyzetben találjuk az első emberpárt. Hát olyan, mint mi csak, zöldek. Zöld úrnő, meg a király. Ez egy fikció, és arról szól a nagy része, hogy megjelenik a gonosz ezen a bolygón, és hogyan próbálja rávenni az asszonyt, mert a király, a férfi elkerül, és nem találják egymást, hogyan próbálja rávenni az asszonyt arra, hogy átlépje az Istentől való korlátot. Istennek van egy tilalma, és mindegy, hogy mi is, hogy hogyan próbálja rávenni, végig a kísértésnek a menetét látja. És C.S. Lewis zseniálisan adja elég, hogy hogyan célozza meg a kísértő azt, amit ma itt a hősies énnek nevezünk. Egy ponton, de végig ez még, de egy ponton idézem, így szól a gonosz az asszonyhoz. Figyeljetek! A legmélyebbről fakadó vágyad egy pillanatban, hogy engedelmeskedj neki, Istennek. Hogy mindig az legyél, ami most, az ő állatkája, apró gyermeke. Ez a feltétlenül, hogy engedelmességet fejezik életét. Így folytatja gonosz. Innen nagyon nehéz kivezető utat találni. Olyannyira, hogy csak a nagyok, a nagyon bölcsek, a nagyon bátrak merészkednek elindulni rajta, el ettől a kiszerűségtől, amiben most élsz. Az ő tilalmának sötét hullámán keresztül a valódi életbe, a mély életbe, annak minden örömében ragyogásába és keménységébe. Hősies én, ha nagy akarsz lenni, ha nemes akarsz lenni, ha bátor akarsz lenni, ha igazán azt akarod, hogy az utódaidnak nagy dolgok legyenek, hát akkor ezen keresztül kísérlek, át kell lépni ezt a határt. Légy hős! Liam Payne, meg egy kicsit a következő mondani ugyanerről, már lefordítva. Lelkünk kísértője e pillanatban is így beszél hozzánk, azt akarom, hogy úgy lásd magadat, mint aki maga mellett jár, kívülről. Azt akarom, hogy megszülessen veled egy olyan szentimentális kép magadról, amelynek alapján magadat nemesnek, nagynak vagy éppen tragikusnak látod. Azt akarom, hogy egy olyan drámai képet legyél szeret magaddal kapcsolatban, amelynek alapján te vagy mindennek a középpontja, és sajnáld magadat, ha nem valósul. A képzelet hatal, hogyan gondolkodsz magadról? Milyen képek élnek benned magadról? A hősiesség kísértése, akkor nemes akarsz lenni, hősies, odaadó. Erről szól. És ha belegondolunk, tudjuk, hogy az ilyen értelmű nagyság és jóság, ez pusztító, nem? Sok olyan elnyomó vagy diktátor van a történelemben, aki meg volt arról, hogy győződve, hogy a legjobbat teszi az emberekkel. Nem kell keresztény embernek lenni ahhoz, hogy ezt belássuk. Aki mindenáron hős akar lenni, vagy hogy arról is beszélek, aki mindig arról attól aggódik, hogy ő soha nem lesz hős, mert ez ugyanaz. Vagy nagyon-nagyon magas vagy lenni, vagy mindig attól félsz, hogy soha nem leszel annyira magas. Ugyanaz. Szóval aki mindenképpen hős akar lenni, aki ezzel a belső képpel él, hogy valami hatalmas jót fog tenni másokért, és ebben tetszene tőled, az egyre inkább önmagában fog gyönyörködni, és ezért egyre veszélyesebbé válik. Önmaga jóságának, nemes lelkűségének, áldozatos voltának a fogja lesz. Mit gondolsz magadról? Keresztény ember, itt vagyok. Mit gondolsz magadról? Ki vagyok én?
keresztény ember. Én vagyok a nemes, én vagyok, aki szolgál, én vagyok, aki adakozó, én vagyok, aki elhordozom ezt a gyülekezetet a vállamon, én vagyok, aki így ismernek a városban. De meg tudsz mondani sok ilyen dolgot magadról? Vigyázz! Nagyon vigyázz! Ha ezt mindenre tudod mondani magadról, nagyon vigyázz! Mert igazából ez a jó szándékú emberek csődje. És igazából a kereszténységben ott lenne a védelem ez ellen. Tudnék, a keresztények tudnak valamit, amit az összes többi jó szándékú ember nem tud. És kérdés, hogy ezt tudod el a szíved mélyen. Mégpedig ez az, hogy a mi szívünk és a mi lényünk alapvetően romlott. Hiszen a kereszténység szíve és lényege az, hogy annyira súlyos a romlottságom, az elveszettségem, a bűnöm, hogy nem kevesebb, mint Jézus Krisztus keresztalára szükséges ahhoz, hogy megváltást nyerjek. Jónak tartod magad, vagy rossznak? A nemesség, a jóság, önmagad ősiessége vezet, vagy te egy nagyon mélyen tudod, vagy nagyon mélyen tudod, hogy nem ez az első. A hősiesség kísértése, ami sokszor az Isten szolgálatában jelenik meg, a nagyság, a jóság, az ambíció. Ugrok, Uram, érted a te ügyedért? Te pedig legyél szíves, küldet a te angyalaidat, hogy hős lehessek. Érted, Uram, érted a te ügyedért? Mennyi mindent ott hagytam már, mennyit szolgáltam már, mennyi mindent tettem már, érted? Legyél szíves, most bizonyítsd be, hogy itt van, és teszel valamit, nem? Ez a dolgod. Ugrok, de neked itt kell lenni. Mennyi mindent hagytam már magam mögött, érted? Figyelj jól, amikor nagy dolgot akarsz tenni Istenért. Akkor úgy érzed, hogy nem, most neki cselekedni kell. Valóban így van? Lehet? Valóban ő mondta? Lehet. Vagy pedig esetleg emberi ambíció, sőt, ördögi kísértés. Még egy dolog. Az igazi hős sohasem akart hős lenni. Aki a világtörténelemben igazán hős lett bármiben, az sohasem hős akart lenni. A sohasem a maga nagyságával, a saját erősítével vagy nemes lehetőségével volt elfoglalva, hanem egyszerűen csak elvégezte, amit rábízott. Ment, ahol vitte a szíve. Engedelmes volt és egyszerű. Ez a hősség. Hogyan áll meg Jézus ezzel szemben? Nézzük másodszor, Jézus győzelme és mi győzelmünk. Jézus ezt válaszolja a gonosznak, viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Ige, igével szemben. Mit mond ez Jézus győzelmének a módjáról? Képzelet és szentírás. Ahol és ahogyan kísérti az ördög, ott és úgy áll ellen és úgy győzelemre Jézus. Jézus a megtámadott gondolatai között emlékezik, és előhív egy olyan bibliai igazságot, ami megvilágítja a helyzetet, és lelepezi azt, hogy az ördög Isten igéjét kifordítva támadja őt. A megszentelt értelem. A megújult gondolkodás titka. Jézus lázára nem megújult, mert neki mindig is megszentelt, tiszta és igaz volt. A mi oldalunkról beszélünk, a megújult, megszentelődő, megtisztuló, képzeletről és értelemről. Ezért mondja Pál apostol, hogy egyetek fogjul minden gondolatot a Krisztusnak. Mert a kísértés, az ördöggel való harc itt zajlik, itt bent. Nézzétek, hogy Jézusban egyrészt ott van Isten igéje, miért tudta előhozni? Mert ismerte, mert olvasta. Nem azért, mert Istenként eszembe jutott, hogy a fiammal megnéztük most 15 éves a Matrixot. 10 éves a Matrix, és eszembe jutott az élet, amikor aki látta, hogy akkor bemennek a Matrixba, és aki nem tudja, most egy kicsit kapcsoljon. A Matrixba is akkor, és a
készségre van szükség, és az operátor letölti. De most nem úgy volt, hogy Jézus azért tudta az ügyét, mert az operátor az atya neki letöltötte. Nem, hanem azért, és ez nagyon fontos, hogy átjátok, hogy miért. Azért tudta, mert ebben megszívta magába, mert ennek tette ki magát az értelmet, a gondolkodását, a lényét. 33 éven keresztül. Különbséget tud tenni ezért a kicsavart és a helyén mondott ige között. A gondolkodásnak, a képzeletnek ez a megújulása elérhető a számodra. Elérhető a számodra, Krisztusban. Elérhető. De ehhez kell valami. Hát először az, hogy Krisztus legyen, de most övéi vagyunk. Tudod, az, hogy rendszeresen ki kell magunkat tenni az Isten igényben. Rendszeresen. Ez teljesen egy, hogy történik. Valakinek lehet, hogy be kell menni a dolgozószobájába, elővenni a Bibliát, elővenni a kommentárokat, a magyarázatokat és tudományos módon tanulmányozni. Jó? Ettől valakinek sokkal könnyebb azt, hogy a sportol és elmegy futni, bedug egy MBA-nat a fülébe és meghallgat egy ige hirdetést, a Bibliát hallgatja, vagy akár dicsőítő zenét hallgat. De hogy rendszeresen kitedd magadat Isten igényének, Isten igazságának, Isten gondolatainak, az elengedhetetlen ahhoz, hogy megtisztuljon, átformálódjon, megújuljon a képzeletet. Ami megújult képzelet nélkül nem tudsz szembeállni a gonoszszal. Nézzük részletesen, de mit jelent Jézus válasza? Ez azt jelenti az előző, az előző azt jelenti, hogy egy csepet és komolyan veszed, amiről ma este szó van, akkor most azon gondolkodsz, hogy vigyük ezt végezni a gondolatot. Mit jelentene a te életedben konkrétan, a mindennapi életbe beiktatva? Azt, hogy kiteszed magadat rendszeresen, ami sem igények. Bibliolvasókkal úgy szerint olvasod a Bibliát. Mondhatok sok példát. Megvész a munkahelyre, jön a számítógép képernyője, mai ige, bibolka a telefonon, utazol, letöltve, teljesen mindegy. Az Isten igéje. Gondold át? Ha ez tényleg cseppet is meg fog elni, ez a történet. És ha te azt gondolod, hogy igen, szükségem van erre, gondold át, hogy egészen konkrétan mit fogsz tenni, hogy rendszeresen kitered magadat az Isten igéje. Ritmus, folyamatosság, mint hogy rendszeresen mindennek kiteszünk magunkat, minden másunk, ami beszennyezi a képzeletünket, ami elmossa a gondolkodásunkat, ami mindenfélével tölt. Na de mit jelent Jézus szava, megkísérte az ötöte Istenet? Mit jelent ez? Jézus szavai mögött Izrael, ahogy mondtuk, Izrael is vándorolt a pusztában, jóval korábban, sok száz évvel korábban, miután kijöttek Egyiptomból, és Izrael pusztai vándorlásának az egyik legszomorúbb eseménye áll. Amikor Isten kiszabadította a népét Egyiptomból, átvitte őket a Vörös-tengeren, a nép fellázadt Mózes és Isten ellen, mondván, hogy nincs vízük. És Mózes Istenhez kiállt, és a kősziklából adott inni Isten a népnek, és a történet ahhoz zárul, figyeljetek, így kísértették az Urat, közöttünk van-e az Úr, vagy sem? Ez a lényeg. Így megpróbálták Istent. Itt vagy, vagy nem? Megteszed, vagy nem teszed? Próbáljuk ki, hogy itt vagy-e, vagy nem vagy-e. Tegyük próbálva Istent. És Jézus ezt mondja. Jézus ugyanezt mondja, hogy ami az ördögöt vezetni, hogy ő ugorjon le, az pont erről szól, hogy tegyen próbálva Istent. Megteszed, nem teszed. Megőrzöl, nem őrzöl. Elvégzed a dolgot, vagy nem végzed el a dolgot. De hogyha Jézus azt hallotta az atyától, hogy te vagy az én gyermekem, és benne gyönyörködöm, akkor ez azt jelenti, hogy ő teljes bizalommal van Isten iránt, és nincs szüksége arra, hogy újra és újra próbálja tegyet. Igen, az atya megőrzi őt, amikor zuhan a templom tetején, idézőjelben. Számtalan alkalommal, amikor meg akarják ölni, és még nincs az ideje, megőrzi és nem hal meg. De más belekerülni egy helyzetbe, és átélni, hogy Isten megőriz és megtart, és más kikényszeríteni azt a helyzetet, hogy Istennek most cselekedni kelljen. És erre mondja Jézus a gonosznak, ne kísérd az Urat, a te Istenedet, meg van írva. Mit jelent ez nekünk? Az, hogy
hogy ezt az Isten gyermeki egyszerűséget, bizalmat és engedelmességet választjuk. Isten kipróbálása és helyzetbe hozása helyett. Nagyon bántóan visszatérek egy ponton erre az idézetre, a példámatrától. Azt mondja a gonosz. A legmélyebbről fakadó vágyad a pillanatban, hogy engedelmeskedj neki, hogy mindig az legyen, ami most az ő állatkája, apró gyermeke. Nagyon bántóan, ha azt mondom, hogy ez azt jelenti, hogy hát megelégszem arra, hogy én Istennek ilyen apró kis állatkája vagyok. Egyszerű kis gyermeke, nem kell több. Ezt jelenti. Ezt jelenti. Hősök, ambíciók, nemesség, mi mindent teszek meg, mi? Elég lenne neked annyi, hogy én az Isten egyszerű, engedelmes, apró gyermeke vagyok. Pont. Ennyi. Bántó, azt mondom, hogy tudom kell az Istennek ilyen egyszerű állatkáj lenni. Állatka van az értelemben, hogy értsétek jól persze. Az méltóság is az jó, és Istentől kaptam. De ebben egy hihetetlen egyszerűség, ráhagyatkozás és bizalom van ebben a képben. Elég? Ami azt jelenti, hogy amelyet, hogy a nagy álmait, amelyekről tudod, hogy nem Istentől van, de Istentől lehetnek nagy álmak, amit gyermekként és gyermekként megoldtam. Nagy álmait, nagyjából szép munkák az életedet, mert felhalsz, hogy megted, és rámennek a kapcsolataid, és rámegy a családod, de csak hajtod, ahelyett azt mondod, hogy elég, hogy az Isten gyermekedet. Ahelyett, hogy állam az, hogy aggódnál, kívülről nézem magad, hogy én egy nyomorult vagyok, én senki vagyok a többiekhez képest, és soha semmire nem fogom vinni. Én nem leszek olyan, amilyen ő meg ő körülöttem. Ahelyett végre elfelejtenéd magadat, és azt mondanád, hogy elég az, hogy Isten gyermeke vagyok. A hiába való ambíció, ami megnyomorít, és a teljesen felesleges aggodalom, hogy nem leszek senki, ami szintén megnyomorít, helyett. Annyira jó azt mondani, hogy hát itt gyermeke vagyok. Lehetséges ez? Lehetséges ez? Még egyszer térjünk vissza Izrael pusztára. Izrael, mint Isten elsőszülött gyermeke, ezt ír róla a Biblia, kudarcot vallott a pusztába. Perelt, zúgolódott, próbálkozott, nem bízott. Jézus, az igazi Izrael, Isten hűséges gyermeke, győzelmet alatott, úgy mondta a pusztába. És az egész népe érthette, hogy ami nem sikerült nekik, abban győzelmet lett Jézus. Lehetséges ez? Ami nem lehet nekünk, azt ránk nézve és értünk, megtette Jézus. Ahol elestünk mi, ott átmaradt ő. És ahol mi kudarcot fogunk vallani volna, arra nézve is igaz lesz, hogy ő értünk és ránk nézve betöltötte a küldetését. És elvégezte a szabadítást, hogy olyan is újra vissza tudjunk térni ő belé. És oda, hogy te vagy az én szeretett gyermekem. Ezért most nézz fel Jézusra, ami azt jelenti, hogy nézz el magadtól, hogy hogyan látod magadat kívülről. Felejtsd el, nézz fel Jézusra. Nézz fel arra Jézusra, aki a helyünkre lépett a kereszten, hogy mi az ő helyére lépjünk az Isten fiúságban. Aki elhordozta az ítéletünket, hogy mi részesedjünk az ő gyermekségében. Aki elment értünk, mint Isten engedelmes, tökéletes gyermeke, elment értünk oda a kereszten, a kereszt halálon, ahol az Atya nemet mondott rá. Én Istenem, miért hagytál engem? Azért, hogy téged meg engem eljutasson oda, ahol azt halljuk a Szentlélek erejében, hogy te vagy az én szeretett gyermekem, és benned gyönyörködöm. Lehetséges ez? Az öröm az, hogy igen.
Nem kell hősnek lenned, mert Isten gyermekévé lettél. Amen. Szeretnénk meghallani az egyetlen egy igaz és számító szót, ami a miénk a Krisztusban vagyunk, hogy Te vagy az én szeretett gyermekem, és remélnénk meghallani. És ehhez sokunknak le kell vetni szerepeket. Le kell tépni a maszkot, ami kívül rajtuk van, amit magunk
magunkra helyezünk, legyen az önigazságunk, legyen az méltóságunk, legyen az sok szolgálatunk, legyen az nagy-nagy áldozatkészségünk, te látod a szívünket, Urunk, hogy minden elég és minden semmi lesz, ami nem a veled való közösségből, igaz szeretetből, alázatból fakadt. Rázadulunk a hamis szerepeket, amelyek megnyomorítanak, amelyek összetörnek, amelyek megbékjóznak. Legyenek ezek azok a szerepek, hogy mi vagyunk a szerencsétlenek, mi vagyunk a gyengék, mi vagyunk a nyomorultak, mi vagyunk, akik soha nem leszünk olyanok, mint mások. A Krisztus nevében megtagadjuk most ezeket. Mert mi a gyermekeid vagyunk, engedd, hogy kimondjuk a szívünkben. Szent lelkednek valóságos munkája által az életetünk szívét hiszünk, hogy a te gyermekeidé lehetünk a Krisztusban. Hiszünk, hogy ebben a pillanatban a te gyermekeidé lehetünk, ahogy magunkat odaadjuk te neked. Hiszem, hogy ebben a pillanatban is igaz az, hogy értünk küzdöttél és értünk győztél. Igaz, hogy nem buktál el és ezért van számunkra győzelem. Igaz, hogy győztél és ezért most benned élhetünk. Add hát nekünk azt az egyszerűséget, gyermeki bizalmat, ami egyedül te nálad van, amiben az életünk megpihen, a hiába való körök megszűnnek, felfakad újra a szívünkben a szeretet, a szabadság. Tisztítsd meg így értelmünket, képzeletünket, szentelj meg bennünket, minden hiába valóságból, minden szennyből, hogy aztán a megszentelt értelmünkön keresztül halljuk, lássuk, értsük, hogy mire hívsz, hogy merre vezetsz, és ugyanakkor az áldássá tenni bennünket a környezetünk számára. Így imádkozunk az egész gyülekezetért, Szent Lelkednek megjelenítő munkájáért, hogy a gyülekezet egyre jobban betöltse azt a küldetést, amelyre te ezt a gyülekezetet, mint a te népedet, elhelyezted Pápán. Köszönjük, Urunk, hogy így tehetjük magunkat ma este a te kezedben, és te elfogadsz bennünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. 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 Amen.
hogy Isten áldását. Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizze meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon te néked békességet.